Sziasztok! Ebben a videóban egy kommandok szerkezetet fogok megmutatni, és lesz is egy segítőm, Owen McHenry. Sziasztok! Szia Csapusa! Köszi, hogy meghívtál, és hogy segíthetek ebben a kis... Hát hallott, kísérleti alanynak bármikor szívesen hívlak. Ugyanis, ugyanis ezzel a szerkezettel fegyvereket, egészen pontosan aknákat, bombákat, tűretet és egyéb kedves dolgokat adhattok a pályához. Ezt is megcsináltam egyetlen egy parancsnak, úgyhogy nagyon kényelmes lesz letölteni. Olyan, mintha megőrültél van, így rángatózva. Á, nem, csak így körbenéztem, és olyan jó, nagyon tetszik a... Tehát tényleg olyan, mintha a mennyben lennék Csapusával, a mennyben! Hát igen, ki látod, ki érdemelted. Egyébként nagyon sok látnivaló nincsen. Látod, ennyi ember valóan mennybe, ilyen sokan vannak. Azt tetszik, hogy nincs. Tehát, hogy mi tényleg csak ennyien vagyunk. Ilyen sok ember van, ilyen sok ember lenne, vagy mi? Hát, látod. Jó, akkor először is lefuttatom a parancsot, hogy nekünk is megjelenjenek ezek a fegyverek. Jól van, addig én edzek, vagy nem tudom. Jó vagy. Ugye a szokásos a kommandóba belemásoljuk a parancsot, és adunk neki jelet, és egy ilyen gyönyörű, nagy dobozt csinál nekünk. Egészen pontosan 5 féle fegyvert csináltam. Mutatom itt a ládában. Ezeket úgy lehet megszerezni, hogy csináltam neki craft receptet is. Például kezdjük a legenyhébbel, a bányász bombával. Ehhez csákány, puskapor meg homok kell. Úgy lehet kikraftolni őket, hogy egy helyre kell dobni a tárgyakat. Így. És akkor wow. Még chillingel is. Á, tetszik. Hogy ne tetszene. Azért is jó most ez a videó, mert megmondom őszintén, hogy ezzel én is tanulok sok mindent. Mert ugye én nagyon kezdő vagyok Minecraftban, és ezzel én is tanulok. Úgyhogy még egy indok, amiért jó itt lenni. Akkor kérlek, vedd fel azt a védősisakot. Ez fog engem megvédeni? Persze, jó lesz, az meglátod. Na, ennyi? Ennyi. Gyere egy kicsit arra, hogy a szerkezetet nem, hogy véletlenül bántsam. Jó. Na, ez a bányászbomba azt tudja, hogy csak blokkokat üt ki, tehát most pont nem lesz semmi bajod. De jól fogom szemléltetni, hogy tényleg nem lesz semmi bajod. Pont téged találtalak el. Kiüti a blokkokat. De igen, azért nem jönnek meg blokkok, mert a game rule be van kapcsolva. Tök jó, kár, hogy nem videó előtt állítottam be. Hát nem hiszem, hogy az probléma. Vagy probléma? Hát pont az a lényeg, és elnyomtam. Pont az a lényeg, hogy megkapod ugye a blokkokat. Ja. Tehát látod? Igen. És így tudsz vele bányászkodni. Hát ez tök jó. Ezzel jó gyorsan lehet bányászni. Hát igen, egy kis hack, tudod. Egyébként akinek nem tetszik, az csinálhat drágább receptet neki, mitől kelljen hozzá egy gyémánt, és akkor már nem lesz olyan egyszerű bányászni. Akár továbbfejlesztési javaslat. Két erősséget csináltam neki, a másikhoz a facsákány helyett kőcsákány kell. Ez nagyobbat robban, az első ugye 3x3x3-as teret törölt ki, ez pedig kicsit nagyobbat, 5x5x5-öset. Oh! Hát, jó volt veled videózni, szevasz! Explosions! Ki tudsz onnan jönni? Aha, vagyis megpróbálom. Ja, hogy így. És ugye ledobok még egy bombát. Oh, de izgalmas! Oh, shit! Hogy sikerül le? Megoldom! Ne! Jaj! És nem hal meg, nem hiszem. Akkor várjunk csak, ez jó tényleg fegyvernek is, mert ha így kibombázod alatta, leesik és meghal. Úgy érzem magam, nem is gondoltam erre. Úgy érztem magam hirtelen, ne. Jaj, már megijedtem. Melyik legyen? Kedvesebbnél kedvesebb dolgok vannak itt. Legyen ez a fagyasztó gránát, itt van hozzá a recept. Majdnem ugyanaz, csak csákány helyett víz kell. Gránát. De rossz nevet adtam neki, ez valójában akna, nem gránát. Ez egy ilyen tojás, és ahol használom, ott lesz egy akna. Igen. Ott meg van jelölve a blokk, és hogyha most belesétálsz... Mi van? Hát akkor bezárt téged. Wow. Mint hogyha megfagynál. Ki tudod, hogy jó, hogy víz lesz a... Oh shit! Ezt nem szeretjük. Elnézést, nem akartam bevizelni. És hogy, na, érted? De hát ez tök jó, ez most meg tudod védeni a házadat. Bár mondjuk az lenne a legjobb, ha nem lehetne tudni kiütni, nem? Hanem így elkaptam. Hát jó, most mit tenni, rakjon köréd obszidiánt?
vagy bedrockot, ez tényleg nem lehet kijutni semmivel. Nem, hát ennek az a lényege, hogy így, mintha megfagynál. Tegyél-e még egyet? Vagy próbáljam meg egyszer ki? Yeah! Ah! Ez nagyszerű. Hát, tudod, át lehet ugrani. Én is! Hát, azt gondoltam, hogy nem fog menni. Pedig rá is sprinteltem, hogy hát, de nem. Nézzük a következőt. Sima tűzgolyó. A hógolyót megcsináltam, hogy úgy nézzen ki, mint egy tűzgolyó, hol vagy. Tehát, hogy így eldobom, és oh. Így meg is gyújtja. Hát, tehát, hogy így lehet téged is dobálni vele. Rá, becsulattam! Fújhóba! Vizet! Ah. És megint becsulattam, jó. Tessék, szeretnél dobálkozni? Aha. Én nem fogok felgyulladni. Hát ez nem ér. Wow, de amúgy tök jó. De, megjutottam maga... saját magam. Oh, de a tűz elolvasztotta a jeget, és kifolyt a víz, és eloltott téged. Ez mekkora mutatvány volt már. Ó, a tűret. A tűret. Lerakom ide. Ezzel van egy kis gevasz, ez a játéknak a bugja, hogy valamikor kettőt rak le, ahelyett, hogy egyet. Pff, például most. És akkor ez így lőtt téged. Au! Én csak egyszer? Nem egyszer? Így, nem egyszer! Most egyet rakott le. Shit! Ne! Jó. Ez mindjárt megöl, még kapok egyet. Ugrok! Oh. A tűretnél megcsináltam azt, hogy föl lehessen szedni, hogyha kidobjok hozzá a tárgyat, akkor kitörli. Na, azt a másikhoz teleportált az almosztendet, az így gyönyörű. És akkor így vissza lehet venni. Annál sem mutattam meg, a jégaknánál is megcsináltam azt, itt a fogyasztó aknánál. Lerakok egy aknát, de kidobom rá, akkor felszed. Na, tök jó. Fél. Jó, fasza. Tehát most ugye nem aktiválódik, hiába mész rá, mert... De hát ez még jobb így, mert ez meg, úgymond ilyen becsapós lett. Lehet, hogy ez csak egy ilyen... Hát ez... Megint ott marad, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ott van az entitás. Lehet, hogy csak a játék ilyen bugos, hogy kitörölted, de még mindig ott mutatja, szokott ilyen hülyeséget csinálni. Szóval az nem tetszik, hogy így nem vette föl az aknát. Tessék, most ezek fölveszik. Meg itt mászkálok a tűzbe, és semmi bajom, tehát... Meg kreatívba vagy. Ja. Jaj! Jó, mutatom az utolsót. Rendben. Az atombombát. Oh my god! Most ne. Jó, nem akkorát robban, mint egy atombombát, de azért elég nagyot. Annak is itt van receptje. Nem baj, van rajtam fejes, szóval nem félek. Hát ennyi, az mindentől megvéd. Menjünk egy kicsit talán. Jól van. Mondjuk ide. Na azt tudja, egy ilyen fire charge-ot ruháztam fel ezzel a képességgel, hogyha kidobom a tárgyat, akkor háromszor pittyeg, és utána felrobban. Megnézed messzebbről, hogy mekkora volt, ez szerintem nem sok mindent láttál. Hát, megvédett a sisak. Ledobom ide, hogy... Vagy inkább ilyen üres helyre, hogy lehessen... Ó, lássad... jó nagyot robban. Úgy is látod a krátert, igen. Látom. Na, ledobok egyet ide. Uha. Átugrok rajta, figyeld. De... Azt a rohadt életet mekkorát fog, ezt te csináltad? Hát igen, ez a videó lényege, hogy megmutatom, hogy mit csináltam. Ez rohadt jó, hallod? Miért nincs ilyen a játékban? Hát csak pár parancs is. Oh, azt a rohadt megijedtem. Ne! Oh! Futás! Ne! Ez egész jó munka egy atombombával üldözni téged. Engem dobálsz! Ne! Ne! Ah! Oh! Dobálsz, világháború, úgy érzem magam.
És elszalad. Azt hittem, hogy még jössz. Nem szóltál, hogy megálltál. Nem. Egyébként rendesen meg van csinálva, tehát hogyha egy sima fire charge-et így kidobok, azért az nem fog felrobbanni. Hanem kifejezetten egy ilyen tárnak kell lennie. Eddig ezt tetszett a legjobban megmondani. És csak félig vala izé a feje sem, tehát akkor még simán bírom. Yeah, ez a legjobb. Best cap ever. Egy armort kapok tőle, de mindent kibírtam. De ha jaj, mégis a sisak túlélte az atombombát, csak te nem, nem? Igen. Szóval a sisak is, amit csináltál, az is tökéletes, csak... Te most nézem az armor standot. Jaj, ezért volt gond. Amikor először leraktam a tűretet, ugye, ott volt egy nagy armor stand. Az azért volt ott, mert ami tartotta a sisakot, azt is oda teleportálta. De rossz. Ja. Hát a receptek azok itt vannak. Szerintem ezt ki fogom írni a leírásba. Hogy lehessen tudni egyáltalán, nekem mindig a videót ugye elindítani hozzá. De egyébként, aki elég ügyes, az a kódból is kiolvassa, ugye? Hogy hogyan lehet kikraftolni ezeket. A letöltés linke természetesen ott van leírásban. Kendri csatornája is ott lesz. Tényleg hívhatlak Kendrinek? Hívhatsz Kendrinek is, Owennek is, Mattynek is. Szoktak Kendrinek hívni? Inkább ritkábban. A Kendrit inkább a nem túl kedvelő emberek szokták. Ja, igen, mert van egy... Owennek szoktak szólítani, Mattynek, mert ugye tudják a normális nevemet is. De ahogy jól esik. Én hívhatlak Csapusának? Persze. Csak mert van egy másik olyan hírhet videós, aki Kendrinek hívnak, D nélkül. D nélkül? Aha, Kendri. Nem ismerem őt, megmondom őszintén. Nem is hallottam még róla. Hát, nem sokat vesztettél. Vagy megnézed, nem? Egyébként jó gyerek, szeretne lenni. Ja, igen, és a piros gomba a szokásos, a törlés, ami leveszi a szerkezetet, tehát ezt már ismerem. Igen, ezt Candy felfedezte, ez volt az első, amit kezdett ezzel a szerkezettel, hogy kitörölte. Hát tudod, ott van, gombe kell nyomni, és megnyomtam. Úgyhogy ennyi, használjátok egészséggel, Owen meg Candynek köszönöm a szereplést. Én köszönöm, hogy a teszt alanyod lehettem, és hogy átéltem ezt a oltári bulit. Köszönöm szépen, Csapusa. Ja, egyébként elégedett vagyok. Remek áldozat voltál. De velem legyél elégedett, nézd meg ezt a sisakot, ez mindent kibírt, ez egy BDS sisak. De tényleg, hallod? Nagyon jó, ez a sisakkal fog videókat csinálni. Tulajdonképpen túlélt egy atomrobbanásokat élt túl, tüzet élt túl, vizet, jeget, gravitációt, mindent kibírt. Nem az én érdemem, hanem az a sisakét. Akkor köszönöm a sisaknak, de azért nem utolsó sorban Owennek is. Yeah! Yeah! A kézikönyv óvjam. Sziasztok!